A három pillangó. Volt egyszer három pillangó, egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn, virágról virágra szádostak, táncoltak, repdestek jó kedvükben. De hirtelen beborult az ég, közeledett a vihar. Repüljünk haza! Mondta a sárga pillangó, s ilyetten tergette a szárnyát. Amíg tartott a koronavírus járvány miatti karantén, a bátaszéki óvónők ilyen mesékkel, kis videókkal segítették a szülőket, és tartották a kapcsolatot a gyerekekkel. A visszajelzések alapján nagy sikert adattak a kis mozik. Akiknek nem lehetett megoldani az otthonmaradást, az intézmény továbbra is nyitva volt, mondta Simon Csabáni óvodavezető. Azok a gyerekek jönnek óvodába, azokat a gyerekeket hozzák a szülők, akik nem tudják megoldani a gyereküknek az elhelyezését, dolgozni kell menni, otthonról is elég sokan dolgoznak, tehát mi fogadnunk kellett a gyerekeket. Ilyen 30-35 közötti létszámunk van jelenleg. Egy csoportba 5 kisgyerek elhelyezése lehetséges. Ezt mi úgy oldottuk meg, hogy lehetőség szerint azokat a gyerekeket, akik egy csoportba járnak, mindenképpen egy csoportba tettük, hogy ismerősök legyenek, együtt tudjanak játszani, valamint az ügyeletes pedagógusokat is úgy sikerült beosztanunk, hogy a saját kisgyerekükhöz osztottuk be őket. Sikerült megvalósítanunk, és úgy gondolom, hogy elég sikeresen meg tudtuk ezt valósítani, hogy a gyerekeknek hasonlóképpen, mint az iskolában, otthonról történt a gyerekek online nevelése. Interneten keresztül különböző ajánlásokat küldtünk a szülőknek, a tematikus tervünk szerint haladtunk, és lehetőségeket, mint mondtam, tehát ajánlásokat küldtünk számukra, amit otthon is el tudnak végezni a szülők a kisgyerekkel. A pedagógusok foglalkozást tartottak, felvették ezt videóra, mintha ott lett volna a kisgyerek, mintha az egész csoport körülötte ült volna, és ezt küldték át a szülőknek a gyerekek számára. Ebben mese volt, vers volt, átvezetve vizuális foglalkozásba, kézműves tevékenységbe. Ezt a gyerekek megnézték, és a kézműves tevékenységet, akár vagy egy számolásos játékos tevékenységet otthon is le tudták utánozni, ugyanúgy elvégezték. Így rányomkodjuk a pügypang, körbe-körbe, így egy kör alakot próbálunk ki alakítani. Még olyat is csinálhatunk, hogy elfúj egy pár darabot a szél, és ennyi az egész. Csinálunk neki zöld festéket, nem is kell hozzá ecset, ezt még a kicsik is tudják. Az ujjunkat belemártjuk a festékbe. Ide középre teszünk egy kis zöldet, ugye mikor lefújja a pitypang búbitáját a szél, akkor ott marad a kopasz fejecskéje. De mindez már a múlt, hiszen új időszak indult az óvodai nevelésben is azzal, hogy mindenki mehet óvodába. Jelenleg 226 beírt gyermekünk van, ebből mai nap 105-en jöttek óvodába, és 15-en bölcsödébe. Nagyon örülünk, hogy végre benépesült intézményünk, óvodánk is, bölcsödénk is. Az elmúlt év vége felé egy átfogó bölcsödei ellenőrzés volt nálunk, ami annyit jelent, hogy kormányhivatalból, illetve módszertani szakmai ellenőrzést kaptunk. Ez 2 évente ismétlődik, erre mindig tudunk számítani. Viszont hát mindig adódik olyan feladat, amit ezzel kapcsolatban el kell végeznünk, törvényi változások egyéb véget. Amit nagyon fontos és kitűztük célul, már lépéseket is tettünk az érdekében, a teraszoknak, úgy a bölcsődei terasz, meg az óvodai teraszoknak a felújítása. Sajnos az évek alatt ezek a teraszok egyes részei elfagytak, tönkrementek, és ezt muszáj kijavítani, balesetveszélyessé vált.
A higiénia és a rend kardinális kérdés alaphelyzetben is az intézményben, ám a jelenlegi helyzetben erre még nyomatékosabban kell adni. Ez is feladat lesz a következő időszakban, tette hozzá Simon Csabáné. Amíg ez a helyzet fennáll, addig ezen leszünk. Az önkormányzat biztosított számunkra fertőtlenítőszert, meg egyéb védekező eszközöket. Betartva az országos tiszti főorvos ajánlását, olyan játékeszközökkel játszanak bent a gyerekek, amit napi szinten lehet fertőtleníteni, és ezt mi meg is tesszük mindenképpen. A beiratkozás első szakaszán túl vannak az óvodában. Várjuk azokat a gyerekeket is, akik majd szeptember után lesznek 3 évesek, mert minden évben ők is meg szoktak jelenni. Most próbáltuk őket értesíteni, de még nem mindenki jelzett vissza. Várjuk a visszajelzéseket, szeretnénk, ha ők is nyilatkoznának, hogy számíthatunk-e rájuk. A viszontlátás örömét fokozza, hogy elkészült az a kerékpártároló is, amelyre évek óta várnak a szülők és az óvoda dolgozói egyaránt.